mielőtt lezártátok a padlás lépcsőt, többször felmentem megnézni, hogy hát a találok valamit az előző lakók tárgyaiból. Valamit az előző lakók tárgyaiból, amitől, amitől annyira idegen lesz ez a ház, hogy nem akarok majd ide költözni. Akkor most már menjünk haza. Akkor most már menjünk haza. Akkor most már menjünk haza. A legtöbb helyre úgy költözöm, hogy mások választják a lakást. Én csak mindig utólag, vagy egyáltalán nem is egyezek bele, hogy úgy mondjam, nincs a döntésemre különösebb szükség. Kinéznéd belőlem, hogy beleszólok, nem? Nem vagyunk gyerekek, mondtad, pedig bizony, hogy azok voltunk. Egy ideig együtt nézegettük, legyen erké, két szoba, utcára nézzen. A lassú sétáink közben az egyik albérlettől a másikig, az anyám fazekaira gondoltam. Hogy azok virágosak, hogy le van-e vajon róluk pattogva a zománc. Ott kéne hagyni az üres fazekakat. Az üres fazekakat. Az üres fazekakat. Pedig bizony lassan kisétáltuk magunkat egymás életéből. Elmaradoztunk, előre siettünk és félreálltunk. A nagy kétszobásról lecsúsztunk valami kaució ügy miatt, a többit már nem is láttam én elmaradoztam, te előre siettél, valahogy félreálltunk. A padláson találtam egy kendőt, amit feltehetőleg soha nem viseltek. Nem emlékszem már, hogy mennyire volt áttetsző, de neked nem tetszett, azt tudom. Ez nem tartozott senkihez. Ide kellett költözni, és összepakoltuk az üres fazekakat. Az üres fazekakat. Az üres fazekakat. Úgy rendezted be az új nappalit, mint eddig mindegyiket. Az én életemben ez volt a harmadik, a tiédben az utolsó. Az udvar le volt kövezve, de azt mondtad, felássuk majd, és füves lesz, hogy lehessen mezítláb mászkálni, hogy tegyük föl a levegőt, tegyük föl a levegőt, tegyük föl a levegőt. És akkor a kapcsolatunk elkezdett meghitté válni. Én bepakoltam a szekrénybe anyám fazekait, te felraktad a könyveid a polcra. Már amikor megsértődtem, és tudtam, hogy semmi okom nem volt megsértődni, de ha már, akkor amíg aludtál, leszettem a könyveid a polcról, és felraktam a helyükre az üres fazekakat, az üres fazekakat, az üres fazekakat. A nappaliban minden a helyén volt, csak az apám könyvei és az engem ábrázoló fényképei hiányoztak, az én szobámban ugyanazok a bútorok, Nekem ez volt az első gyerekszobám. Neked ez volt az első gyerekszobám, és az utolsó. Amikor elköltöztem, úgy igazán semmit nem akartál adni, csak tegyük föl a levegőt. Tegyük föl a levegőt. Tegyük föl a levegőt a padlásra. Aznap éjszaka nem aludtál jól. Úgy három és négy között felébredtél, hogy mit csinálsz te hülye, kérdeztet Kábán. És én pakoltam tovább a könyveidet, hogy férjenek fel az anyám fazekai. Most még mindennek előtte vagyunk, mondtam. Úgy rendezem be az új nappalit, mint eddig mindegyiket, és ez lesz az utolsó. Hagyd azokat az üres fazekakat, az üres fazekakat, az üres fazekakat. Vigyük fel őket a padlásra, és zárjuk le a lépcsőt a polcokra, pedig rendezzük vissza reggel a leve. Köszönöm,